Na, sziasztok, akkor folytatjuk a bulit. Harmadik felvonás. Motorozási technika. Mindenki ezt a hibát követi el. Ugye beszéltünk a geometriáról, beszéltünk állásról, kell lenni a lábnak, de nem beszéltünk arról, amikor fordulj rá. Van egy feljárónk, ugye? És a legtöbb motoros azt csinálja, hogy hogy kell ülve elindulni. Állva lenne a ideális, innen állva elindulni azért melós, majd azt is megmutatjuk. De mi a probléma? A legtöbb motoros ilyenkor ugye attól fél, hogy a motha hátra ül és beterheli a hátsó kereket, mert általában az a baj, ha nem terheli be a hátsó kereket, akkor forog. Beleülnek az elejébe, és ráfekszenek a motorra, és így akarnak elindulni. Vagy lent lóg a két láb, vagy az egyik fent van, és ráfekszik a motorra, hogy a motor nehogy fölemelkedjen. Nem jó. Miért? Mert kiveszed hátulról a súlyt, és forogni fog a kerék. Mit kell csinálni? Minden felfelébe, ha a hátsó kerék forog, ráülsz jó hátra, a hátsó tengelyre, beindítod a motort, és kinyújtod a karodat ide. Hátulülök a hátsó keréken, kinyújtom a karomat, teljes mértékben nyújts ki, beindítod, és elindulsz. Itt a kuplung. Ülj hátra, nyújtott kar, nagyon fontos, és a kuplunggal fogod a motort. Nem engedem rá soha, hanem engedem csúsztatni. Nyújtott a kar, ülök a hátsó ülése, minél hátra nyújtott a kar, ne feküdj rá a motorra. Jó? Nagyon fontos. Lehet állva is elindulni. Ennyi, köszönöm. De hát nem, remélem benne voltam.